8. pozícióban érkezik célba Boroznaki Tibor és Kis Andris, akik egyébként, kérlek, fáradjatok ki, akik egyébként a 14-es géposztály harmadik helyére hozzák be a... Még egyszer, ott a B-középnek is a harmadik helyre hozzák be a... Igen, jó lesz az? 14. géposztály harmadik hely maradhat? Harmadik először? Na, meséljetek! Hát a technikának mindenféle csodája megtörténik ezen a versenyen. Úgyhogy ezt a polvásztécset is megszoktuk, a főnagyúl, ahogy meséltek. Mi mögöttük autóztunk, ugye? És hát ennyi. Végig mentünk a gond nélkül, alány az új időket is tudtunk autózni. Sajnos a polvásztécse miatt a kis baka miatt nem sikerült. Tegnap meg ugye a féltengelyek adták fel a szolgálatot. Tényleg megérkezett a híd az ország másik végéből, mert ugye este összefutottuk a szóvotról, hogy kaptatok egyet, de az egy másfél centivel rövidebb. Hát a srácok reggel, azt hiszem fél napig csinálták az autót. Ezzel hála nekik és köszönet, úgyhogy miattok tudtunk ma menni. Egyébként volt olyan pillanat a versenyen, amit tudtatok élvezni, remélem. Végig az egészen, tényleg. Hát jó társaság volt. Örültünk végig, hogy nem volt meg. Folytatás? Lassan szeretnék ott lenni. Köszönöm, és már is érkezik a jól megérdemelt serleg, hiszen a géposztály harmadik helyét járó serleget veheti át Boroznaki Tibor és Kis András Pénzes Zsolt szakágvezető úrtól. Illetve még emellett a Lada kupában is a harmadik helyen fejezték be ezt a 20. Veszprémait, ezt a hétvégén, úgyhogy ezért is jár a serleg, gratulálom. Gratulálunk, urak! Boroznaki Kis VFTS trió! A 20. Veszprém Rally mozgalmasabbik része. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Remélhetőleg egy év múlva találkozunk.